26. alkalommal rendezte meg a Magyar Kanizsai M+ Táncklub és a Színpadi Táncok Egyesülete a Prima Primissima az Euro Showdance Táncfesztivált. Mintegy 1100 versenyző lépett színpadra összesen 38 táncklubból. A már hagyományossá vált modern táncverseny hivatalosan délelőtt 11 órakor vette kezdetét a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő sportcsarnokában, ám a túljelentkezés miatt a mini korosztály már 8 órától színpadra léphetett. Csiszár Anna Viola évek óta táncol, és nem először vesznek részt ezen a versenyen. Én már körülbelül 6 éve versenyzek itt. Eleinte, tehát mielőtt kilépünk a színpadra, ez nagyon izgulunk, meg ott, ameddig nem indul el a zene. Utána már kezdünk feloldulni, és a végére meg teljesen az izgulás teljesen elmúlik, és igazából igyekszünk a legjobbat nyújtani, amit tőlünk tehetünk. Az előző években hát első, második, harmadik helyezettek általában. Persze vannak rosszabbak is, nem tudom, ötödik, negyedik, hatodik helyezett is, de inkább ott a dobogon szoktunk így általában lenni. Összesen 3 kategóriában mérhették össze tudásukat a táncosok, akiket a hazai bírók mellett pontozott még Szergej Gricsenko Oroszországból, Alicia López Spanyolországból, Tatjana Samuel Ban Horvátországból, Máté Zsolt Romániából és Kiseliné Cibik Tünde Magyarországról. A zsűri több kritérium szerint értékelt, és nagyon meg voltak elégedve a csapatokkal. A legeslegfontosabb egy összkép, ami mutatja a koreográfiának az ívét, mennyire tudja beosztani az energiáját, hol vannak az emelkedőpontok, illetve a technikát, a zene és a mozgás összhangját, és a művészi kisugárzást. Mivel ez egy kicsit szubjektív műfaj, tehát ezt ki kell mondanunk, ezért én úgy gondolom, hogy a stílusérzék meghatározza a pontozó bíróknak a szemszögét is. Az enyémet leginkább az határozza meg, hogy mennyi munka van benne, hogy mennyire alapos a technikai kivitelezés, hogyha egy táncosnak ki kell állni, akkor legyen tartása, legyen lefeszítve a lábfeje, kinyújtva a térde, az alapvető feladatokat és koreográfiai elemeket pontosan hajtsa végre. Az Euro Showdance Táncfesztivál idén is nagy tömegeket mozgatott meg Magyar Kanizsán. Szajko Erzsébet főszervező szerint a kezdetekben csak a helyi tánckluboknak szerveztek versenyeket, végül ebből nőtte ki magát a rendezvény nemzetközivé. A harmadik rendezvényünktől már nemzetközi. A mi versenyünkön Skandináviától kezdve Németországon, Ausztrián keresztül Olaszország, nagyon sok versenyző már megfordult, anyagi okok miatt ugye nem tudnak jönni. Mi nagyon örülünk annak, hogy a mi kis városunk, hiszen mi nem tudunk versenyezni egy újvidéki Spencer, tehát maga ez a sportcsarnok egy Zrenjanini kristályteremmel, vagy a Hyatt-tal, vagy nem tudom, hol szerveznek még hasonló típusú versenyeket. De nagyon örülünk, hogy szeretik a versenyünknek a feelingjét, szeretik a versenyünkön uralkodó hangulatot, szurkolnak egymásnak a versenyzők, megtapsolnak mindenkit, ami az én szívemet nagyon melengeti. Tulajdonképpen ezt a rendezvényt valójában a résztvevő szülők, a résztvevő versenyzők egyesületek éltetik. És ameddig ők ide szeretnek jönni, addig ez a rendezvény élni fog. A rendezvény a helyi M+ Táncklub, a szülők, a gyógyfürdő és Magyar Kanizsa önkormányzata támogatásával jöhetett létre.